Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseinek emlékére szervezett központi ünnepség a himnusz eléneklésével kezdődött. A normalitás hangján beszélni a nemzeti szuverenitásról azt jelenti, hogy semmit sem engedünk, mert tudjuk, hogy milyen az, amikor mindent elvettek tőlünk, fogalmazott Pásztor István ünnepi beszédében. A VMS elnöke arról is beszélt, hogy annak oka, hogy ezt megtehették, az volt, hogy a magyarok botor módon képtelenek voltak szövetségeket kötni, mint az aradi 13 vértanú, akik között német, magyar, szerb egyaránt volt. 2020. március 15-én vezették be Szerbiában a Covid-járvány miatt a rendkívüli állapotot. Szeretném minden vajdasági magyar embernek, gyermektől az aggasztjánig, tanártól az orvosig, boltostól a pékig, minden szomszédnak, minden tagtársamnak és minden aktivistának megköszönni azt, ahogy ezt az egy évet átviseltük. Köszönöm Önöknek a türelmet, a kitartást, a mértéktartó, szabálykövető viselkedést, a nagyvonalúságot és a segítőkészséget. Kegyelettel őrizzük azok emlékét, akiket elveszítettünk a járványban, osztozunk azok gyászában, akiket veszteség érint. Pásztor István egyúttal megköszönte a vajdasági magyaroknak azt is, ahogyan a vakcina felvételhez viszonyultak az első pillanattól kezdve. Hozzátette, mi vajdasági magyarok, szerbiai polgárok, büszkék vagyunk arra, ahogyan az ország kormánya és államfője kezelte a járványhelyzetet. Életet, politikát, együttműködést csak bizalomra lehet építeni. Kétségtelen, hogy az elmúlt év a bizalom legkeservesebb próbája volt úgy a magánéletben, a családok számára, mint a politikusoknak. Magam is sokszor éreztem azt, hogy a vajdasági magyarok úgy tekintenek rám, mint egy válságkezelő menedzserre, akinek az a dolga, hogy megoldja azt, hogy a szerb-magyar határ átjárható legyen, hogy a gyerekek eljussanak a felvételire, és hadd ne soroljam. Az elmúlt egy év tapasztalatát a lelkemben feldolgozva azt kell mondanom, a járvány megértette velem, hogy a 21. században nem lehet politikai vezető, aki válsághelyzetet nem tud megoldani, menedzselni, aki képtelen a közösségét sújtó váratlan helyzetekkel megbirkózni. Pásztor István köszönetet mondott minden vajdasági magyarnak azért, hogy a járványhelyzet ellenére a tavalyi választásokon olyan mértékben erősítette meg a magyar közösség jelenlétét szülőföldjén a VMS-re leadott szavazatai által, amire a rendszerváltás óta nem volt példa. Az eseményen mások mellett jelen volt Pintér Attila, Magyarország belgrádi nagykövete. Pásztor István ünnepi beszédét követően bemutatták a Szép álmokat, ha rólam álmodol című ünnepi műsort.